Nyáron ritkábbak az ilyen jelenetek, ebben az időszakban a rendszeres véradók is szabadságra mennek, emellett sokakat az idén munkák tartanak távol az öngéntesség ezen formájától, elsősorban a kisebb településeken. A Magyar Vöröskereszt azon dolgozik, hogy ilyenkor se csökkenjen a véradók száma. Az élet az nem áll meg nyáron sem, tehát az egészségügyi ellátásnak folyamatosan szüksége van vére. Itt a folyamatosságot kell mindig hangsúlyoznunk, hiszen nem arról szól a történet, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű vért le, le, levenni le lehet, de az eltarthatósága az korlátozott, ezért a folyamatosságon van a hangsúly, ezért szólítjuk mi is mindig folyamatosan meg a víradóinkat, hogy jöjjenek vért adni hiszen megyei szinten 500-550 víradú van szükség ahhoz, hogy az egészségügyi ellátáshoz megfelelő mennyiségű vér rendelkezésre álljon. Ennek érdekében a humanitárius szervezet évről évre kampányokkal rukkol elő az országos vérellátó szolgálattal karöltve. Ez idén a van egy órád a nyáron, neked egy óra három embernek az élet néven fut. A nyáron segítők tettükért egy köszönőkártyát kapnak, amelynek a kódjával regisztrálva a véradás.hu-n nyereményjátékban vesznek részt. A vörös célja, hogy a véradás a társadalmi felelősségvállalás részévé váljon. Az lenne a legjobb, hogyha a véradás fontosságáról nekünk nem nagyon kellene beszélni, mert a társadalmi felelősségvállalásban az állampolgári kötelezettségek között ez mindenkinél szerepelne, hogyha elmúlt 18 éves meghaladja a tesúja az 50 kg és nincsen olyan ismert betegsége, ami kizárja a véradásból, akkor rendszeresen elmenne vért adni, akár ha egy évben nem is négyszer-ötször, de ha már kétszer-háromszor elmennének, akkor azt gondolom, hogy teljesen fölöslegesen ülnék itt a stúdióban, és nem volna miről beszélgetnünk. A megyei igazgató elmondása szerint egyre öregszik a rendszeres véradói köre, miközben az utánpótlás nincs kellő számban biztosítva. De a fiatalokat ugyanis inkább csak alkalmanként egy-egy eseményen tudják megszólítani nem állandó jelleggel. Tavaly amúgy több mint 15 ezer véradó eseményen közel 400 ezeren adtak vért.